és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő testület ülésünkön. A jelenlétéből megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk. Szeretném a napirendet megvitatni veletek, aki egyetért a napirendi pontokkal, azt kérem készfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen. Akkor megpróbálunk a napirendi pontok szerint haladni. Első napirendi pontunk az önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat módosítása. Megkaptátok az anyagot. Valakinek hozzáfűzni valója ezzel kapcsolatban? István, esetleg egy pár szót erről mondanám. Összegszerűen nagynak tűnik ez a közel 800 milliós módosítás, de ez a legkötött betét miatt, a 750 millió forintos betétlekötés miatt, és a közfoglalkoztatásra több mint 110 millió forint átvett pénzeszköz miatt nem volt szükség, illetve az indokolta. Néztétek az anyagot, én azt gondolom, hogy elég részletes. Akkor szavazhatunk róla. Aki egyetért ezekkel a módosításokkal, úgy kérem készfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen. Rátérnénk a második napirendi pontunkra. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásának megtárgyalása, elfogadása. Szintén megkaptátok az anyagot. És a kötelezettségünk, törvényi kötelezettségünk az elfogadni. Talán egy pár gondolatot felolvasnék belőle, tisztelt képviselőtestület. A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonal emelkedett, 2015-ben a szigorú, takarékos és észszerű gazdálkodás érvényesült. A jogalkotásról szóló 2010. évi törvény alapján az árszámadási rendelet elkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felméri a szabályozás látható következményeit. És akkor itt fel vannak sorolva a társadalmi gazdasági hatások, környezeti és egészségügyi következmények. Ezzel kapcsolatban valakinek hozzáfűzni valója? Megint részletesen kivontottad, esetleg te tudnál egy pár szót róla szólni? Hát a működési költségvetéshez a személyutatás járulék dolgi kiadások, ahhoz nem fűznék kommentárt. A fejlesztéseknek, ami egy lényeges dolog, a tornaterem, nem tudom, az korábbi testületülésen szóba került, hogy igen. Nem abban a konstrukcióban fog a tornaterem megvalósulni, mint egy évvel ezelőtt és a tavalyi költségvetés alapján. Tehát nem az önkormányzat lesz a lebonyolító. Ebből adódóan a 150 milliós támogatásnak vissza kell, hogy utaljuk, amit erre kaptunk. A pénzügyi teljesítés 2016 ráhúzódott, de valamilyen formában mégiscsak kapcsolódik a tavalyi költségvetéshez, mivel ott szerepelt a beruházások között a tornaterem megvalósítás. Ebből, tehát így ilyen formában nem... Na nem csak azért kellett visszautalni ezt a pénzt, mert a maga a konstrukció változott meg, hanem azért, mert 2015 év december végéig kaptuk meg ezt a pénzt, addig kellett volna ezt felhasználni. És gyakorlatilag az volt a baj, hogy nem tudtuk felhasználni, hiszen a pályázat akkor még nem nyert, most már nyert, de ezt visszafizetésre került, 150 milliót valóban visszafizettük a állam részére, de kérvényeztük ennek a részünkre bocsánatását, mivel enélkül a pályázatot nem tudjuk megvalósítani. A társasági adó jó részét már összeszedtük,
gyakorlatilag ennyi hiánya van, és elindíthatnánk a beruházást. Remélhetőleg kedvező döntés fog ebbe születni, hiszen ez mindannyiunk számára nagyon-nagyon fontos dolog lenne. Ezt már említettem az előző testületülésen, hogy ez sajnos az így fog történni. De azt gondolom, hogy tisztességgel jártunk el, nem töltöttük el máshova a pénzt, és vissza tudtuk utalni. Amennyiben az árszámadásban foglaltakkal egyetértetek, kérem tartásra a szavazókról. Köszönöm szépen. Köszönöm. István, neked ezzel kapcsolatban akkor már nem. Köszönjük a munkát, azt gondolom, hogy elég részletes volt. És reméljük, hogy mi hamarabb meg tudjuk kezdeni azt a beruházást. Köszönöm még egyszer. Átérnénk az utolsó napirendi pontunkra, az indítványok, javaslatokra. Megkérném jegyző úr akkor. Nekem van. Nekem lenne, ami mindig kapcsolódott volna ugye a pénzügyhöz, de egy részét érinti csak, hogy a kis térségi társulás végzi nekünk a belső ellenőrzési feladatokat, és a 2015 év tavaszán végeztek nálunk belső ellenőrzési vizsgálatot, és annak a jelentését megküldték, amit jóvá kell hagyni a testületnek. Nem akarom ismertetni az egészet, hanem lényegében elmondanám, hogy a elsősorban itt a szabályozottságot vizsgálta a belső ellenőrzés, és a legnagyobb problémát itt az informatikai biztonságpolitiká tártak fel, tehát végeredben informatikai szabályzatunk nem volt még akkor, és ennek az informatikai szabályzatban rögzített hiánya miatt ezen a téren sok hiányosság volt. Na most ezt úgy pótoltuk, hogy felkértük a Györfi Dezsőjéket, akik a könyvvizsgálók, és őket kértük, hogy készítsen az informatikai szabályzatok, mert elég bonyolult dolog. Tehát itt ebben a kis közösségben nem is értük, mert itt hozzáférési jelszavak hiányoznak, tehát le kell kódolni mindent. Tehát egymás gépéhez nem férhetnénk hozzá, stb. Stb. Na ez most folyamatban az elkészítése, reméljük, hogy nem sokára el is készült. Ezen kívül, ami hiányosságokat feltártak, hogy voltak egy munkaköri leírásokban hiányosságok, azokat pótoltuk. Pénztárbizonylatok kitöltésekor hát lemaradtak szakmai teljesítésigazolás, ezt is ugye pótoltuk, mert jövőben eleget teszünk neki. Ugyanúgy az érvényesítés esetén is a pénztár elleni feladatok ellátása kapcsán voltak ilyen hiányosságok. És a iratkezelési szabályzat nem volt összhangban a magyar levéltárral kiadott iránymutatásoknak, ezért most a két hete voltak itt a levéltárból, pedig megbeszéltük, és ennek is folyamatban van az elkészítése. Tehát lényegében komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzés nem, tehát ezek voltak a leglényegesebb észrevételeik. És ezt kérném, hogy a testület fogadja el, mint tájékoztatót. Ezzel kapcsolatban valakinek hozzáfűzni valamit? És azt gondolom, hogy jogszabályváltozásoknak mindig igyekszünk megfelelni, mindig igyekszünk módosítani, de nyilván elég nagy az apparátus, illetve elég nagy a terhelés ezekből a papírmunkákban, de nyilván ezeknek eleget kell tenni. Aki ezt beszámolót elfogadja, hogy kérem készfeltartásra a szavazatot. Köszönöm szépen. Más? Hát ez a telekvásárlási téma lett volna, tehát van bent egy telekvásárlási kérelem, akkor adna egy Dánéle utcában, viszont ez most merült fel ez a lehetőség, hogy ez a hát a háza, nem házas tárnálni, csak mennyasszony vőlegény, már vásárolt meg a telket. És ezt én javasolnám a testületnek, hogy nézzük meg, hogy valóban ők vettek-e meg a Prekop Józsefétől, és én úgy gondolom, hogy ha tényleg ők vették meg, akkor ne támogassuk ezt, hanem inkább más fiatalnak értékesítsük. Tehát ezért azt javaslám, hogy most ne döntsön a testület.
Megvizsgáljuk, és akkor a következő testületülése felkészülünk, mert ez nem régi a napjait, és akkor ebből még nem tudtunk felkészülni, utána nézzünk, megkérdezzük akkor az érintettet. Megnézzük, hogy nyilván tartás, hogy valami az övéké, vagy nem vagy sem. Elfogadható ez, hogy a jövő érintettes meg? Sőt, hát hogyha van nekik, akkor oka fogja. Sőt, még lehet, hogy kettő, mert én ugyan még szemprákobék, akkor kettőt vettek meg. Hogyha most döntünk arról, hogy amennyiben van nekik építési tervük, akkor már oka fogyottá válik ez az újabb kérni. Akkor már kicsit nem beszél. Meglátjuk. Más valami? Nem volt egy jót, ugye? Akkor nekem lenne ezt a már egy római katolikus plében küldött egy levelet nekünk, egy elszámolást, amiben a 3 millió forintot, amit részükre bocsátottunk, leírják, hogy felhasználták. Összesen kifizettek 4.445.000 forintot vállalkozónak, aki megcsinálta azt a támfalat. De azt írják, hogy a kivitelezés során azonban pótmunkák elvégzése is szükségessé vált, melynek végösszege 1.202.422 forint. Ennek a felét kérik, hogy még támogatásként adjuk oda 600.000 forintot. Most én előkerestük a múltkori levelüket, támogatást néztük, de amikor elindult ez az egész dolog, akkor úgy volt, hogy Pébános úr 15.823.000 forintról hozott nekünk egy árajánlatot, hogy ennyibe kerülnének az ottani munkálatok, és akkor ezt támogassuk. A testület hozott egy döntést, hogy mi is kértünk talán erre egy árajánlatot, nekünk azért egy kicsit kevesebb volt ki, 7 millió környékére, és úgy döntöttük, hogy ennek a... Igen, 6.752.000-re jött ki a mi árajánlatunk. Úgy döntöttünk, hogy támogatás címszóval adunk rá 3 millió forintot. És most én ezt nem értem, tehát van egy 4.445.000 forintos számla, abból adtunk 3 milliót, és még kérnek 600.000-et. Hát az eredeti elképzelés az teljesen átalakult most. Hát én nem tudom, hogy van ez, de beszéljük meg, én nem látom ezt most, hogy ez így folyamatában ez hogy történt. Mondjátok el róla a véleményedét. Esetleg. De hol tart az építkezés? Mennyire lettek készen? Hát szerintem teljesen átalakult ez a beruházás. Teljesen átalakult a beruházás. Bánás úrral, ahogy beszélgettünk, gyakorlatilag nem azt a... Nem arra kértek és nem azt csinálták meg, amit az elsőkben megegyeztünk, hanem csak megerősítették a födémet, illetve az oldal vagy a támfalat megerősítették, és pályázni szeretnének a közeljövőben a felújításra, a teljes felújításra, amit üdvözlendő dolognak tartok én is, hogy jó lenne, hogyha az rendben lenne. De ez így az átmenet, azt gondolom, hogy ez nem egészen van összhangban az eredeti elképzelés és a mostani kérés között. Mondom, eredetileg teljesen másról volt szó. Tehát amennyire visszaemlékszem, és az előtte lévő írásos anyag is azt bizonyítja, hogy annak a melléképületnek a teljes beruházási költségeire vonatkozó két adat szerepel ott. Tehát gyakorlatilag mind a kettőből a teljes melléképületet fel lehetett volna újítani. Én úgy emlékszem, hogy én akkor a szavazatomat, és úgy gondolom, hogy a képviselőtestület többsége is a szavazatát
ahhoz adta, hogy ehhez a bekerülési költséghez mérten adtunk 3 millió forintot. Én most is ehhez tartom magamat, mert nem tudom követni, hogy most miről van szó igazán. Tehát majdnem lényegében az önkormányzattól már átutalásra került 3 millió forintból, eljutottak egy olyan szintre, hogy most pályázhatnak, akkor tegyék meg és pályázzanak és fejezzék be, mert én úgy gondolom, hogy a 3 millió forint is egy nagyon szép összeg volt a Mádi önkormányzat részéről, és hogyha ez így szakaszonként kapunk egy ilyen kéréseket, akkor én nem tudom, hogy mikor lesz pont a végén. Tehát én a magam részéről nem fogom támogatni ezt a 600 ezer forintot, mert az a 3 millió forint is már egy kicsit úgy érzem, hogy talán épp a terhelhetőség felső határán volt. Más vélemény esetleg? Ugyanez a vélemény. Nekem is valami hasonló a véleményem, mert így, ha még megnézzük 3 levelet egyfolytában, akkor nem ez a folyamat. Én magam részéről sem egy részéről, mert a költségvetést ismerve én azt gondolom, hogy ez a 3 millió forint azért egy elég jelentős támogatás volt. Nem ezen múlik, tehát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ezen fog múlni az önkormányzatnak a jövő évi költségvetése, ezen a 600 ezer forinton. Én is azt javaslom, hogy a további munkálatok elvégzésére mindenféleképpen a pályázatot nyújtsák be. Esetleg, hogyha egy nagyobb pályázat kerül, akkor arról beszélhetünk, esetleg, hogyha önerő kell, vagy valami, én azt gondolom, talán azt elbírom képzelni, bármelyik egyház pályázna, ez, de én úgy tudom, hogy az egyházak részére 100%-os pályázatok lesznek kiírva mindenféleképpen. Magam részével sem támogatnám most ezt a 600 ezer forintot, mert azt gondolom, hogy mi a 4 millió 450 ezer forint a számlából, így már 3 milliót mi álltunk teljes mértékben. Akkor hogy tegyem fel a kérdést? Aki támogatja ezt a 600 ezer forintot, akkor azt kérem szavazzon róla. Aki nem támogatja, akkor kész felmutással szavazunk. Tartózkodás nincs. Sajnálom, hogy valószínűleg maga a kérdés felvetése nem volt tisztázott, vagy így ebben a formában ezt nem tudjuk támogatni. A elmúlt időszakról, az első elmúlt időszakból egy testületülésünkről biztos sokan értesültek róla, hogy újságokban innen-onnan elindultak a topos pályázatok, ez a település fejlesztési operatív program része. Vannak kiírások, elég nagy összegbe került a megyében kiírásra. Nyilván próbáltunk egy fontossági sorrendet, illetve egy pályázati sorrendet felállítani ahhoz, hogy elinduljunk egyáltalán ezeken a pályázatokon. Mindig jó az emberek előtte tájékozódni azért, hogy milyen pontozási rendszerekben vagyunk ezekben. Nagyon fontos lett volna, próbáltuk először az óvodának az energetikáját, illetve az óvodát felújítatni. Abban a kiírásban, a 80 pontos rendszerből 37,5 pontunk lett volna, ezt nem tartottam jó dolognak, hogy ezen elinduljunk, hiszen nagyon-nagyon kevés esélyünk lett volna. Ez akkor lett volna érdekes, hogyha bölcsödei csoportot tudtunk volna újat indítani. Gyakorlatilag a vezetőóvónővel való beszélgetés során megállapítottuk azt, hogy új bölcsödei csoportot nem tudunk indítani, nincs annyi gyerek. Ami nagyon fontos, hogy a következő lépcsőben szeretnénk az orvosi rendelőt felújítani, hiszen annak is az állaga már elég jól tönkrement, az is megérdemelni. Szeretnénk a könyvtárat felújítani, annak is a tetőszerkezete nagyon-nagyon rossz állapotban van. Nincs kiírás jelen pillanatban. Öregek napközi otthonára, ami számunkra a legfontosabb lett volna, az egyik legfontosabb a bennlakásosra, hiszen csak a nappali ellátást fejlesztését támogatták volna, és
abban mi jelen pillanatban nem veszünk részt, és nagyon igény sincs rá. Az elmúlt időszakban nem mutatkozott erre igény. Viszont ami örvendetes, hogy az első fordulóban a négy településsel, Szokallyal, Karcallal, illetve Bodrogkeresztúrral közösen beadott kerékpárút pályázatunkat első körben az államkincstár elfogadta, jóvá hagyta. Nyilván meg fogjuk látni, hogy mennyi forrás jut rá, hiszen tudjuk, hogy jelen pillanatban az egyik legbiztosabb turisztikai attrakciók a kerékpárutak. Nagyon sok igény érkezett be a megyéből is, lehet látni, hogy 2 milliárd forint van rá kiírva, és csak a megyéből beérkezett majd 5 milliárd értékben kérelem. Én azt gondolom, ez nem járható út, majd biztos fel fognak állítani egy fontossági sorrendet. Reméljük, hogy miénk csatlakozhat majd a Tokaj-Nyíregyháza vonalhoz. Ez nem egy út a semmibe, hanem egy 10 kilométeres vagy egy 5 kilométeres kerékpárút, ez azért már egy így majdnem 50 kilométer kerékpárút része lehetnénk, és reményeink szerint még mehetne tovább is a Bohuszántó felé, illetve a Kassa felé ez a kerékpárút, hogyha majd egyszer odáig eljutunk. Pályázatokról ennyit, energetikában fogunk még pályázni, hiszen kiírásban talán ott férünk legjobban bele ezekben a dolgokban, mert gyakorlatilag ezek az önkormányzati épületek olyan állagúak, illetve olyan régiek, amiknek az egységesítése nem olyan egyszerű. Hiszen mind egyediben kell legyártani hozzá dolgokat, mindnek egyedi szigetelése és egyedi ablak rendszere van, tehát ezeket nagyon-nagyon fel kellene újítani, hiszen mindannyian tudjuk, hogy most már nagyon sok épületünkben megújuló energiával tudunk fűteni, viszont rengeteg felesleges energia elmegy a nyilászárókon, illetve a szigetelésen keresztül. Gyakorlatilag a pályázati oldalra ennyit tudnék az önkormányzat részéről megemlíteni. Nyilván reméljük, hogy minél több gazdasági vállalkozás fog pályázatot benyújtani, illetve nyerni, úgy, mint az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy elég sikeresen fejlődött ebben a településünk. Ezzel kapcsolatban esetleg valakinek még kérdése, doktorunk? Hát, kettő lenne, az egyik inkább felvetés, és a másik lenne kérdés. A felvetés az, amit említettél, hogy csak a nappali ellátás, tehát hogy nem nagyon van igény a nappali ellátásra, tehát egy ilyen klub jellegű nappali elfoglaltságra az idősek részéről. Másrészt van egy öregek napközi otthona, ami szerintem egy teljesen jól működő idősek otthona, és szerintem a legjobb méretű, mert egy olyan otthonos családi jellegű ellátást tud nyújtani, nagyon kevés a környéken, sokkal nagyobb létszámmal, sokkal másabb adottságokkal. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy most az egészségügy forrong és változás előtt áll. Egyre inkább az kezd körvonalazódni az egészségügynek a megváltozásából, hogy a szociális részeket az aktív egészségügyi ellátásról le fogják választani, és egyre inkább az ilyen szociális otthonokhoz, vagy öreg otthonokhoz próbálják integrálni azokat a hát inkább szociális ellátás, krónikus ellátást, idős fekvő beteg ellátást. Az olyan fekvőket akarják. Hát nem akartam ezt kimondani, de mondom, hogy tehát én csak azt vetném fel, hogyha ilyen körökben lenne ismeretséged, vagy ilyen pályázat lenne, nem lenne értelme annak, hogy egy kicsit előre menekülve ilyen irányban bővíteni az önort, mert szerintem ebbe elég sok pénz lesz, ahogy én így látom. Ezt mondom, csak felvetés. A második az kérdés a kerékpárútra vonatkozik. Említetted azt, hogy Tarcallal, Bodrogkeresztúrral túrral összefogva épül a kerékpár és Tokaj. És mezőzombor az nem kerülhet, vagy megkerülhető? Nem, tehát maga a mezőzombori részen, tehát ami már táblától kifelé van, az már szinte mezőzombori rész.
Mezőzombor, ő külön beadott egy pályázatot a körforgótól, a Máldi körforgótól egészen Szerencsig, és úgy tudom, hogy Szerencsés beadott egy másik utat, vagy kerékpárutat, ami az ipari parkig. Gyakorlatilag ezek azt gondolom, hogy maguk módján egy-egy darab kerékpárutak. Mi egy olyan komplex dolgot adtunk be, ami csatlakozna a decemberig megépülő nyíregyházi vonalhoz. De ahhoz nem kell a zombori határ? Tehát kell a zombori határ, de az ő beleegyezésük nem, mert állami területeken fog keresztül menni. Tehát a közút az állami terület. Egy 20 méter széles állami terület van, amin van a közút, illetve mellette egy 7-8 méter, amin még elfér a kerékpárút. Tehát a tervezők megtervezték már, és el is fogadták ezeket a kiírásokat. Ami bonyolítja a helyzetet, az a vasúti átjáró, az nagy mértékben befolyásolja, illetve Bodrogkeresztúrnál a Bodrog út mellett, tehát ott a Lebúj kanyarnál, ott ami nem lehet mellé építeni, mert ott mellé kellene építeni az útmenés, gyakorlatilag azt gondolom, hogy ott felfestéses lesz, tehát rá fognak festeni valamiféle jelet a kerékpárútra, mert ilyen felfestéses kerékpárút is van, tehát ami fokozott figyelmet igényel. Amúgy a mi részünkről nem a legbonyolultabb, tehát ez a 3 kilométeres rész a körforgóig, azt gondolom egyértelmű, azon a teljes állami területen elfér a kerékpárút, illetve engedélyes terv van a NIF részéről, úgy tudom, hogy a 37-es út mellett a szerviz út, ami gyakorlatilag már engedélyes tervvel rendelkezik, amúgy is, hogyha esetleg négy sávosítva lenne ez a nyomvonal, a szerviz úton elférne a kerékpárút is. Tehát én azt gondolom, hogy mi a Sárga Borházig egész jó helyzetben vagyunk, hát onnantól tartozik egyetlen egy akadály, ami felmerül, nyilván a vasúttal történő egyeztetés, mert tudjuk nagyon jól, hogy a vasút is egy elég monumentális rendszer, az is nehezen mozdul, az engedélyeztetések maguk sem egy gyors folyamat, ez mind hónapok kérdése, de azt gondolom, hogy mire az elbírálás oda kerül, mire a kiviteli tervek kell, hogy készüljenek, mindennel rendben leszünk. Vagy legalábbis azon leszünk. Megértettem, köszönöm. Én is köszönöm. Valakinek esetleg valami indítvány, javaslat még? Amennyiben nem, megköszönöm a munkát. Megint hatékonyabb voltunk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttél.